Elkezdeném az előadást, mindenkit köszöntök. Munkácsi Mihály az idősebbek nemzedéke számára az ásító inasnak, vagy a csavargóknak, vagy a köpülő asszonynak, vagy a síralomháznak a festője. Munkácsi akkor festette önmagáról ezt az önarcképet 1881-ben, amikor az első darabot a Krisztus Pilátus előttött kiállította. Munkácsi, ahogy tudjuk, a világ hírnevét a síralomházzal alapozta meg 1869-70-ben Düsseldorfban, már a párizsiak érdeklődését felkeltve, aztán ő Párizsba költözött, és ott is élt több mint negyed évszázadig. Innen indult Munkácsi, ezekből a zsáner képekből, ezekből a magyaros jelenetekből, ugye ez egy húsvéti locsolkodás. Ha Munkácsi megmaradt volna ezen a szinten, akkor most nem beszélnénk róla. Munkácsi azonban néhány év alatt olyan bámulatos fejlődést tett meg, ugye autodidakta festő volt, de azért Pesten, Bécsben, Münchenben, Düsseldorfban képezte magát, hogy néhány év alatt, lényegileg a 60-as években, egy évtizeden belül a világ élvonalába lépett. 1874-75-ből való a Műteremben című festménye már feleségével. Felesége egy megözvegyült asszony, Cécile Tapier, a férje dúsgazdag ember volt, luxemburgi kastélyát hagyta ő rá, Munkácsi tehát nagyon jó körülmények közé került, de utána a festészetével ő is hozzáadta a másik részt. Éppen egy festményről beszélget a házaspár. Az elmélyülés, a gondolkozás, a bensőségesség, ami Munkácsi puha meleg színeinek és emberábrázoló képességeinek is a sajátja, és akire vágyakoztak egy kisgyermek, Munkácsinak három gyermeke halt meg, és két gyermek halála szoros összefüggésben van a trilógiával is. Az 1870-es években Milton évfordulót ünnepelt Európa. Milton az elveszett paradicsom költője, a nagy angol barokk költő évfordulóját. Munkácsi ilyen skicceket készített, a Vak Milton az elveszett paradicsomot diktálja lányainak című leendő képéhez. Itt van Milton, itt van a három lány, bejön a feleség, aztán a végső változaton csak a három lány maradt rajta. 1878-ban, Párizsban, a világkiállításon több ezer festmény előtt ez nyert el az első díjat, a Medaille d'Or-t, az aranyérmet, és ettől fogva, 1878-tól fogva Munkácsi a világ legismertebb festője. Tehát egy magyar ember a világ legismertebb festője. Péterfi Jenő elemzésével kezdem én is az elemzésemet, mert a Munkácsi könyvem ebből indul ki. 3-4 oldalon át idézem az egyik legnagyobb magyar gondolkodónak, Péterfi Jenőnek az erről a képről adott elemzését. Csodálatosan vezeti is a kép, a festmény a szemünket. Az idős és megvakult Milton ül a karosszékben, viszont lelkében egy nagy látomással. Az elveszett paradicsom ugye Sátán lázadásától az újjáteremtésig, az egész Bibliának az összefoglalása, az európai irodalom legnagyobb költeményeinek egyike, Dante isteni színjátéka mellett, ez a protestáns világnak az isteni színjátéka, tehát ez az elveszett paradicsom. Ugyanakkor ez az ember kiszolgáltatott. Vakember, kiszolgáltatott ember, a kisebbik kislánya nem is érti tulajdonképpen, hogy miről van szó, itt éppen sző, a középső kamaszodó kislány éppen távozni készül, mint egy mai kamasz is, amikor valamit nem érte a felnőttek társaságából, és kimegy a szobából, de az idősebb lány, aki oda tekint édesapja, és minden szót pontosan le akar jegyezni, mert hát az elveszett paradicsomot ő jegyzi le. Külön is megfesti Munkácsi, mint az ilyen nagy képekhez, ezért ez már egy 3x2-es, tehát ezért már egy viszonylag nagyobb kép, külön tanulmány festményeket készít hozzá, külön is megfesti, tehát Miltonnak az alakját.
és azzal az elhatározással, hogy ezt a festményt majd Európán végigviszi. A nagyobbik kislányt is külön megfesti, aztán látjuk, hogy a ruhaszín más lesz majd a végső ábrázoláson. Óriási pénzt ígért ezért a festményért Goupil, a holland műkereskedő, de amikor leszették a képeket, visszakozott, és Munkácsi majdnem megőrült, hiszen itt 10 milliók kérdéséről volt szó, mai pénzre átszámítva, de jelentkezett nála egy Karl Zedelmeier nevű svájci műkereskedő, rögtön megvette magasabb áron, mint Goupil a képet, elkezdte egész Európában végighordozni, óriási siker volt minden fővárosban, és ekkor állt elő ez a Zedelmeier, hogy Munkácsi úr, hát fessen egy nagyobb képet, tehát egy olyan 20-30 négyzetméteres nagyobb festményt készítsen. Miről, kérdezi Munkácsi, mondjuk Zsandárka mágián? Hát valahogy így, Munkácsi nagyon gyorsan rajzol dolgokat, például a Zsandárka mágiánhoz elkészítette ezt a rajzot, javasolták még neki a pápával vitatkozó Napóleon Fontainebleau-ban, de Munkácsi egyiket se látta igazán jó képnek. Zedelmeier, aki nem volt vallásos ember, viszont gondolkodó ember volt, meg jó üzletember volt, azt mondta Munkácsinak, hát Munkácsi úr, hát az európai történelmnek mégiscsak Jézus Krisztus a leghíresebb személyisége. Munkácsi azonban azt mondta, már nem Zedelmeiernek, akivel csak németül, meg franciául tudott volna beszélni, Munkácsi mind a két nyelvet törten beszélte, a magyarok között füstölgött így Munkácsi, hogy szent képet nem föstök. Utálta a vallási gicset, utálta a szirupos dolgokat, egy egyszerű, bár jó nevelésben részesült, de hát 7-8 éves korában már mind a két szülőt elveszítve, tulajdonképpen asztalos inasként a mélyből följövő, az élet sötét oldalait szemlélő emberként nem szerette a vallási szentimentalizmust és a vallási gicset, ami a szentképek kultusza a barokkor után a romantika korában is. De Zedelmeier nagyon kitartó volt, és elhozott Munkácsinak Firenzéből egy másolatot az itt látható Fra Angelico festményről. Fra Angelico, aki a festészet történetének egyik jelentékeny alakja, a Krisztus Pilátus előtt témának egyik legelső feldolgozója. Egy egyszerű beállítás, hogy Pilátus itt ül a trón székén, ugye a római helytartó székében, itt vannak a főpapok, egy kicsit harapó fogóba fogják, hogy gyorsan elítéltessék vele Jézust. Jézust hozzák itt a poroszlók. Szóval egy nagyon egyszerű, hogy látjuk egy olyan 8-9 alakos kép, de a színvilága is, az elrendezésnek a mértékletessége is úgy megragadta Munkácsit, és rögtön ezt a vázlatot készítette róla. Rögtön áttette a maga koordináta rendszerébe. Aztán Fra Angelico óta, ugye eltelik már 5 évszázad lassanként, elkezdi bővíteni Munkácsi, hogy hát itt azért neki egy nagy tömeget is kellene ábrázolni. Az első vázlatán, mert ilyen megnagyobbított vázlatán, ahol Pilátus szintén egy ilyen a gabbatán felemeltetett törvényszékében ül, Kajafás vádolja Jézust, Jézus középre helyezte, és egy nagy tömeggel számolt, tömeget akarta részletesebben kidolgozni, de mivel Munkácsi nem csak nagy festő, hanem tessenek hozzászokni a gondolathoz. Munkácsi nagy gondolkodó volt. A második vázlatán már jelentékeny a változás. Mert itt az ugye 26 négyzetméteres lesz a kép, egy ilyen óriási képnél azért jobb a főszereplőt az aranymetszés pontjába állítani, tehát az egyharmad és a kétharmad találkozási pontjára. A tömeg, ha azt hiszi is a tömeg, hogy kétharmad, a tömeg soha nem kétharmad. A tömeg a történelem leggyengébb láncszeme. Itt már a második vázlaton lehet látni, hogy a tömegre kevesebb figyelmet akar fordítani, viszont a történelmet a politikai és főleg a vallási vezetők és a kettőnek az összeszövődése irányítja. Erre nagyon erőteljesen föl akarta hívni a figyelmet Munkácsi, és aztán 1878 és 81 között 3 évig küzdött a témáért, a tiszta megfestés idő 10 hónap volt, 10 hónap,
Közben lemerült Munkácsi, tehát azért nem 3 évig dolgozott, mert lemerült, gyógykezelésre kellett vinni. Hát esetleg megmondani, fizikailag 26 négyzetmétert alá bitumenezni, fölrakni rá a színeket, tehát 3 mázsa a kép. Fizikailag is egy óriási megterhelés. Tudta jól, hogy Jézus alapja lesz a központi személy, ahol a legtöbb forog kockán. Először így ilyen magyarosan akart ábrázolni Jézus, ilyen kicsit kidülesztett mellkassal, oda mondogat Pilátusnak, megmondja a világnak a magáit, tehát egy ilyen kicsit kurucos Krisztus. Aztán a második portré már zöld ruhában, és egy kicsit olyan megtörten próbálja ábrázolni. A harmadikon vörös ruhában szinte úgy sztoikusan próbálja ábrázolni. Ez mind 1880-as, külön eladta ezeket a festményeket, tehát itt van a szignója, és ezek aztán a következő évtizedekben, vagy hát az elmúlt 130 évben előkerültek, aukcióra kerültek, tehát ezeket ismerjük, mert nagyon sok külön tanulmány festmény készített ehhez a hatalmas alkotáshoz, és a végén ez lett belőle. Hogy én ezt elemezzem, csak ezt a képet, erre nekem 1 óra kell, most csak úgy beletekintünk a képbe, és a könyvem címoldalára is azért helyeztem, hogy 3 év alatt Munkácsi lelkében, de külsőképpen is ez történt, hogy ebből a Krisztusból ez a Krisztus lett. Ez egy nagyon nagy küzdelem eredménye, és nagyon nagy változásnak és átalakulásnak lehetünk itt tanulni. Annak is, hogy Krisztushoz a legközelebb álló személyek egy anya a gyermekével, hát mit keres itt reggel 5 és 6 óra között Pilátus kihallgatási csarnokában egy édesanyja a gyerekével? Ezzel mind Munkácsinak üzenete volt. Miért került ide az anya a gyermekkel? Miért kerül ide ez a fiatalember, akit a tömegből előre szalad, megtámasztja itt a korlátban a bal karját, és szemtől szembe akarja látni Jézust. Miért akarja szemtől szembe látni Jézust? Miért van itt az anya a gyermekkel? Miért látjuk a kép központjában, tehát az aranymetszési pontban álló Jézust ilyen szereplőkkel körülvéve? Miért szerepel például Jézussal szemben ez a farizeus, akinek a leghevesebb gyűlöletet megmutató társa szintén vele szembe van, egyáltalán ki ő és ki ő. Párizsban kitalálta az a 300 ezer ember, aki néhány hónap alatt ott tolongott, mert látni akarta a festmény. Óriási siker volt. Ateisták, materialisták azt mondták, hogy igen, ez egy gondolkodtató festmény, odafigyelek, és fél órát álltak a festmény előtt. Katolikusok, reformátusok, zsidók, evangélikusok, egy egyház, egy felekezet sem tudta támadni Munkácsit, mert Munkácsi olyan mélyre ásott, annyira mélyen fejezte ki az egyes jellemeket, az egész szituációt, és tágítva a festészetnek nem csak térbeli, hanem időbeli kereteit is, hiszen itt időben több mozzanatot visz fel a festményre. Mondom, erre csak egy részletes elemzés vállalkozhat, hogy ezt a nézőközönség elé állítsa. De egy anekdotát hadd mondjak, a Párizsban 10 métert kellett kihagyni a kép előtt, ott egy kordon volt, és a tömeg ott állhatott meg. És a párizsi lapok megírták, hogy egyszer egy kisfiú nem látta a hatalmas, mondom, 26 négyzetmétert, és az édesapja fölvette a nyakába a gyermeket. És kérdezi tőle, hogy most már látod, fiam? És a válasz, apa, látom, de még nem hallom. Tudnék, Munkácsi törekedett is arra az illúzióra, hogyha mi most toppannánk bele Pilátus kihallgatási, tehát most lennénk itt, annyira be akarja vonni a nézőt, annyira fontos közlései vannak Munkácsnak ezzel a festménnyel. Ma a művészettörténészek ezt értékelik a legnagyobbra. Érdekes, hogy korábban a piac nem, csak a második legértékesebb kép volt a műkincskereskedők számára, a második képet többre értékelték. Munkácsi persze lementette a képeit Hans Temple festményén, megörökítő, hogy Párizsban redukciót készít. Erről az első festményről 3 redukciót is készített. 2 13 négyzetméteres és egy ilyen kisebb pár négyzetméteres redukciót, hogy neki is maradjon valami. Jól sejtette Munkácsi, hogy Zédelmeier el akarja adni a festményt.
10 éves szerződés kötött Zédelmeier Munkácsival, 1878 és 88 között Munkácsi azt csinált, amit akart. Mai pénzen tessenek úgy elgondolni, hogy mit tudom én, azt mondta Zédelmeier, hogy kap egy évben 100 milliót. Fessen, amit akar. Tekintse magát szabadnak. És amit fest, azért is külön adott, 110 képet vett meg Munkácsitól a 10 év alatt, és a trilógiát is, az első két darabját ő adta el, de Amerikában. Amikor Magyarországra hozták a trilógia első darabját, akkor még nem tudják persze, hogy trilógia lesz belőle, Munkácsit ünneplik egy korabeli rajz, hogy Munkács itt áll meghatódottan, éppen egy főpap mond beszédet, üdvözlő beszédet. És persze mindenki sürgette, hogy folytassa a témát. Mi lehetett folytatni ezt a témát? A második téma a Golgota. Munkácsi gyorsan skiccet készít, hogy körülbelül így képzeli el. Itt is nagyon érdekes, megint az aranymetszés szabálya szerint egyharmad részben próbálja magát, a krisztusi áldozatot ábrázolni, és kétharmad részben, nos, mit akar kétharmad részben? Második vázlata. Ezeket 1896 előtt mind aláírta, mert ezek az aláírt változatok is százezrekért keltek el a műtárgy kereskedelemben. Mit akar ábrázolni? Van a színvázlat. Tehát egy kisebb, nyilván kisebb, de már a színeket felrakja a festő, hogy nem tudom, János apostol mindig vörös színű ruhában van, Mária kék színű ruhában. Itt még nem fehér színű ruhában ábrázolja az arablovast, van a bakó, de itt is jól látható, hogy itt van, azért teszi félköribben a keresztre feszítés jelenetét, mert ha frontálisan ábrázolnál, legalább a feléig jön neki, tehát hogyha a két lator is síkba lenne, így félköribben kevesebb helyet foglal el, és megint tartja az aranymetszés szabályát. Na de miért akarja így ábrázolni, ez a második színvázlata? És aztán itt lesz majd a végleges ábrázolás, amelyből részleteket mutatok be, de ezeket is csak a képnek a kellő elemzése során lehet hitelesen, itt már fehér ruhájú lesz az arab lovas, akit külön is megfest, itt látjuk, hogy a végleges változaton már milyen élénk fehér, ugye a fehér szín Munkácsinak kitüntetett színe, és a két kedves színe a vörös és a kék. És ennek a festménynek Krisztus mellett, ennek a gondolkodás által hitre jutott embernek a szerepeltetése az egyik novuma és egyik főszereplő lesz. Jézust máshogy oldja meg, mint általában a festészetben. Emes mester például ilyen arccal ábrázolta Jézust. Munkácsi azonban a képének azt a címet adta, nem ezt a címet adta, hogy Golgota, hogy ma idézik, hanem hogy consummatum est. Munkácsi tehát ennek a festménynek ezt a címet adta latinul, consummatum est. Ez Jézus hatodik szavának latin fordítása, beteljesedett. Elvégeztetett, meg lett. Azért ábrázolja kétharmad részben ezt a jelenetet, mert Munkácsi ezen a festményen tulajdonképpen két festményt helyezett el. Az egyik, amit részletesen kell elemezni, hogy hogyan ábrázolta magának Jézusnak a megváltói áldozatát, Jézus kereszttalálát. A másik, hogy Munkácsinak volt ereje ahhoz, amire senkinek nem volt ereje a festészet történetében. Ami egyedül a Biblia vett föl, mint kérdést, az első korintusi levél első fejezetében Pál apostol, hogy igen, Jézus meghozta az áldozatát, de mi az a három lehetséges viszonyulás ehhez az áldozathoz, amit mondom, maga a Biblia az első korintusi levél első fejezetében így jelöl, hogy bizonyos embereknek Jézus áldozata bolondság. Itt vannak ezek az emberek. Ők ezt bolondságnak tartják. Mások megbotránkoznak, itt vannak, és még itt egy függelék. És a harmadik csoport, akik bolondságnak tartják, akik megbotránkoznak, a harmadik csoportban itt van a római százados, itt van a jobblator, itt van ez az asszony, és itt van főleg, ránézzünk a képre itt is rögtön, ő és ő, hát a fehér szín vonja magára a figyelmünket, mi akik hiszünk, nekünk Isten ereje.
Tehát Jézus halála, Jézus áldozata azóta is, 2000 év óta is, aki tudatosan közelít hozzá, három csoportra osztja az emberiséget. Van, akik lesajnálják, nem foglalkoznak vele, azt mondják, hogy mit segít ez rajtam, bolondságnak tartják. Mások megbotránkoznak, hogy Isten hogyan engedte, hogy az ő fiát megöljék, vagy Jézus miért adta halálra magát, miért engedte, hogy megfeszítsék. De aki próbálja ezt megérteni, aki gondolkozik, aki kérdéseket tesz, hogy miért jött Jézus a világra? Miért nem volt elég csak tanítania, csodákat tennie? Miért adta az életét? Azokban az emberekben a gondolkodás révén megszületik a hit, és nekik Isten ereje lesz ez a hit. Munkácsi tehát két dologra helyezte a hangsúlyt, az egyik dolog Jézus áldozata, a másik a vele kapcsolatos emberi vélemények, állásfoglalások, viszonyulások. Kedves hallgatók, ez a festmény, amit tetszenek nézni, ez a trilógia leghatalmasabb képe, ez 34 négyzetméter. El tetszenek ezt képzelni? 34 négyzetméter. A kép, ami előtt tetszenek ülni, ez a festészet történetének az a festménye, amiért élő állapotban ennél a képnél többet festő nem kapott. Ez mai pénzre átszámítva 6 milliárd forint. Amerikában. Ugye Zédelmeyer fölajánlotta Magyarországnak is már a két elkészült képet, és mind a két kép járt itt Budapesten is. Felajánlotta a magyar egyházaknak is. Hát szokásos magyar módon tették az aktákat ide-oda-amoda, Zédelmeyer átvitte aztán Angliába a képeket, átvitte az Egyesült Államokba, és az Egyesült Államokba egy kvéker vallású milliárdos bizonyos John Wanamaker mind a két képet megvette, és 100 évig az ő philadelphiai áruházában, a Wanamaker család philadelphiai áruházában volt a három festmény, és a három festmény közül ez az első két festmény, Philadelphiában 1888 és 1988 között, tehát 100 évig. 1988, én emlékszem, amikor bejelentették ennek a háznak a tönkremenését, akkor aukcióra került mind a két kép. Az előző képet a kanadai Hamilton galéria vette meg, ezt a képet pedig egy kárpátaljai milliómos, akitől most pár évvel ezelőtt Pák Imre megvásárolta a képet, tehát ez a festmény most Pák Imrének a tulajdona. Nem messze innen Balatonfüreden tartottam előadást csak erről a festményről, és akkor Pák Imre is eljött, Arácsi művelődési házba volt, és ott válaszolta a hallgató kérdéseit, nem árult el, hogy ő most mennyit fizetett ezért. Mai világban főleg bartelezve vesznek dolgokat, főleg ilyen nagy értékű dolgokat, de meg kell, hogy mondjam, hogy ma a Munkácsi képek soha nem látott alacsony eladási szinten vannak, tehát ezért nem 6 milliárd, 600 milliót se fizetnek ki, most a képet olyan 250-300 millióra becsülik. Munkácsi, amikor Amerikába átment, mert Zédelmeyer gáláns volt, és miután végigjárt Európa fővárosait a képekkel, Munkácsi mindenhova elment különben. Brüsszelbe, Amsterdam, Berlin, Varsó, Bécs, Budapest. Aztán átvitte a képeket Londonba, Írországba, Amerikában néhány hónapig járatta a képeket. A Munkácsi egészen kivirult, mint egy európai ember, amikor Amerikába megy általában, főleg abban az időben ilyen képeket készítettek ott Amerikában. Itt látjuk a washingtoni fotószalont. És Munkácsival ott 100 képet festettek az amerikaiak. Ezt a 100 képet nem ismerjük most. Egyedül egy-kettő, ami közgyűjteményben van, azt ismerjük. Lehet, hogy majd a Munkácsi által megfestett 650 képnek a második részét is meg fogjuk ismerni. Ebből kb. 100 Amerikában van, 200 van Nyugat-Európában, és körülbelül 300 van itt a magyar pincékben és Nemzeti Galéria pincéiben és egyéb más helyeken. Munkácsi nagyon termékeny valaki volt, és ha már megvolt a két kép, ugyan Amerikába eladva, de mindenki sürgette, hogy most zárja le ezt az egész dolgot, és
trilógia legyen ebből az együttesből, na de mi legyen a trilógiának a harmadik darabja? Hát ha én megfestem mondjuk a Krisztus Pilátus előtt, utána a Golgotát, önök milyen témára szavaznak? Vagy a feltámadás, vagy a mennybe menetel, igaz? Munkácsi már nyilatkozik is amerikai lapoknak, hogy hozzákezdett a feltámadáshoz, mennybe menetelhez. Aztán elkezd gondolkozni Munkácsi, mert mondom, Munkácsi nagy gondolkozó is volt, és igaza volt. És így gondolkozik Munkács, hogy először is, eszmeileg, én feltámadást és mennybe menetelt festek, ki hisz ebben ma Európában? A legnagyobb elvallástanodás idejében élt Munkácsi. Hát, hogy megfesti a feltámadást, hogy mennybe menetelt, senki nem fogja megnézni. Nem hittek az emberek ilyen. Kettő. Technikailag, ha ő egy két ilyen feszültség teljes kép után megfest egy ilyen teljesen feloldó, békés és harmonikus képet, nem illik bele a trilógiába. Mit csinálhatott Munkácsi? Tehát tessenek elképzelni, tehát megvan az első kép, ő most már az örökké valóságnak dolgozik. Elkezd gondolkozni Munkácsi, és a gondolkozása egy zseniális ötletre vezeti. Arra tudnék, hogy az első festményén a Pilátus előtti első kihallgatást festette meg. De Pilátus előtt Jézusnak két kihallgatása volt. Általában a festők a második kihallgatást szokták ábrázolni, például önök is láthatták mondjuk Tintorettónál, hogy mossa Pilátus a kezeit. Vagy Veronézinél, vagy másoknál. Ezért Munkácsi visszatér ehhez a témához, megfesti a második kihallgatást, és így lesz a trilógia. Tehát tetszenek látni. Tehát időrendben mondjuk ez a helyzet, De sehol nem állítják így, Debrecenben is már így van kiállítva, hogy ami időrendben az utolsó, az lesz itt a második. Tehát ezt érdemes megjegyezni, és az első vázlata így nézett ki Munkácsinak, amit most tetszenek látni, az Ecce Homohoz, a második kihallgatáshoz. Aztán utána elkezd már az egyes szereplőkről rajzokat is készíteni, lehet látni az anya gyermekkel, stb. És utána például Krisztus alakjáról is, és utána készíti a színvázlatot. Tessenek megnézni, hogy senki nincs itt ezen a lépcsősoron, de már Mária Magdolna itt van. Őt nagyon számol vele, mindenki így ábrázolja Mária Magdolnát, tehát bizonyos sztereotípiák vannak, de Mária János apostollal még nincs itt. Aztán itt van a végleges változat. A trilógia három darabja közül, ez ismét 26 négyzetméteres, három évig dolgozott ezen is, mint az előző kettőn, de az előző kettőt 10-10 tiszta megfestési hónap alatt készített el, ezt 7 hónap alatt. Miért ilyen rövid idő alatt? Még az előző két képen van 30-30 portrét, van 73. Döbbenetes nagy munka volt. Azért ilyen gyorsan, mert Munkácsi érezte, hogy kevés ideje van hátra. Amikor befejezi a képet, 1896-ban elhozzák Budapestre, akkor a milleniumi ünnepségeken állítják ki, Ferenc Józsefnek még ő mutatja be a képet, meg a többi országos vezetőnek, de annyira rosszul lesz, hogy el kell vinni Munkácsit Ausztriába, egy évig gyógykezelik, utána Németországba, Bonnba, Endenich nevű külvárosból Robert Schumann, a zeneszerző is meghalt ugyanabban az ideggyógyintézetben. Munkácsi az élete végén, 52 és 56 éves kora között 4 évig agonizálva halt meg. És ezt már érezte. Azért olyan nagyon gyors a megfestés, kisebbek is az alakok, de mondom, nem 30, hanem 73 személy van. Megint csak az aranymetszés szabálya. Jézus van itt az aranymetszés pontban. Nagyon fontos Mária Magdalénával és a kép igazi nagy főszereplőjével, mint az előző képen is az arab lovas, a gondolkodó hit főszereplője. Ennek az embernek beszélt Jézus először a haláláról. Ennek az embernek mondta azt, hogy amiképp Mózes fölemelte az ércskígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ő a kép egyik főszereplője Jézus mellett, Nikodémus. Mária Magdolna, aki nőként a legtöbbet köszönhette, Nikodémus, aki vallási vezetőként megtért, a másik vallási vezetővel együtt ketten rendezték meg Jézus temetését. Arimatei József és Nikodémus. Ezen a festményen a legszenvedésteljesebb Jézus arca. A belső szenvedés. A nem fölfelé, nem is a tömegre, a távolba néző tekintet. Ézsajás könyve 53. fejezete, mely beszélt arról 800 évvel Jézus világra jövetele előtt, hogy a Messiás mibe fog megfogózkodni, hogyan tudja véghez vinni ezt a hatalmas áldozatot, hogy őt meg nem értő emberekért odaadja az életét. Ő csúfoló, gúnyoló emberekért képes odaadni az életét. Hogy ilyen szenvedést teljesen tudta ábrázolni Munkácsi, külön elemzésem a kép, amikor ehhez a képhez érünk. Ez a kép nagyon sokáig fönnmarad a vetítővásznon. Azt is meg kell ilyenkor említenem, hogy a harmadik gyereke akkor halt meg, amikor ezt a képet festette. Két kislány, az egyik az anyamében, másik 12 napos korában, és a harmadik egy fiúcska, 12 éves korában az iskolai oktatás során levetett egy ló egy párizsi kadétiskolában, és olyan szerencsétlenül esett le a gyerek, hogy nyakát szegte, rögtön szörnyet halt, és Munkácsi miközben dolgozik a festményén, kapja a szobalánytól a telefont, hogy a harmadik gyermeke is meghalt. Talán így is tudott, ezért is tudott ilyen szenvedésteljes Máriát, ilyen Mária ábrázolást sem nagyon látunk az európai festészetben. Máriát mindig idealizálva, kicsit az olasz vagy a spanyol festők mintájára, szinte fiatal asszonyként ábrázolják, itt viszont olyan, mint egy Párizs környéki mosolyú. És ez a valóság. Tehát ez Munkácsi nagyon jól megragadta a valóságot. Egyébként Munkácsi a munkásoknak a nagy barátja volt, egyik legjobb barátja Párizsban Frankel Leo volt, és Zichy Mihály. Ketten vezették a Párizsi Magyar Munkás Egyletet, munkásoknak beszéltek művészetről. Akkor nem Londonba mentek a magyarok, mint ma, hanem Párizsba. Nagyon sok kömüves, ács, asztalos festő élt ott, és Munkácsi és Zichy ezeket a magyarokat fogta össze. Mária Magdolna ábrázolása az egész festészet történetére egy sztereotíp vonást mutat, tehát Munkácsit festői hagyományokat követett. Budapesten külön pavilonban állították ki ezt a festményt 1896-ban. Akkor már mi magyarok is föleszméltünk, hogy már két kép Amerikában van, illene lenne a harmadikat megvenni. Konzorcium alakult Budapesten, összeadták a pénzt, megvették Munkácsitól a képet, úgyhogy itt maradt a kép a millennium után is, és a konzorcium viszont, hogy felosztott, eladta a képet, és ez egy bizonyos Déri Frigyes posztógyároshoz és posztókereskedőhöz került. 1900. május 1-én halt meg Munkácsi, eltemették. Amikor meghalt Endenikben, a halálos ágya fölött a trilógia első képének a reprodukcióját tették, látjuk, hogy csontá soványodva, szegény ember nem tudott már magáról. Czeiser Endre most írt ugye a magyar festő géniuszokra egy külön könyvet, ott olvashatják el a pontos orvosi leírását az ő betegségének. Német orvosok még vissza tudták hozni a vakságból, mert több hónapra megvakult a 60-as években. Utána megtámadta a csont velejét a betegség. Amikor az idegrendszerét, az agyát támadta meg, akkor már nem lehetett segíteni. Munkácsi meghalt fiatalon, 56 éves korában. Déri Frigyes, ugye a két kép, ez a két kép, ez már Philadelphiában volt, az áruház első emeletén nézhették az ott vásárló amerikaiak. Ezt a képet pedig Déri Frigyes gyermektelenül halt meg. Az volt a végakarata, hogy olyan magyar város kapja meg ezt a Munkácsi festményt, mint az Ecce Homot, amely hajlandó ezért külön múzeumot építeni. Annak ellenére, hogy nem tudja, hogy ez haza kerül, nem kerül, mikor nem.
Hát először Baja volt esélyes, utána Miskolc jelentkezett, de hát ugye első világháborúba torkolott már a történelmi idő. Végül is Debrecen vállalta, és Debrecen itt csak a 20-as évek végén kezdett hozzá a gazdasági világválság éveiben, de 1930-ra így építették fel, gyönyörű a Déri Múzeum, aki járt, azt tanúsíthatja, és egy ilyen üvegtetőt emeltek terem fölé, hogy természetes megvilágítása legyen a képeknek, hiszen a bitumen azért beszívja itt a színeket, tehát sokan mondják, hogy a Munkácsi képek el fognak sötétedni, nem fognak el sötétedni. A Munkácsi megint okos volt, gondolkodó volt, a bitumenbe belekevert mást is. Ellentétben Zicsivel, aki ezt nem csinálta. A Munkácsi képek ragyogó állapotban vannak, kétszer restaurálták őket, tehát nem kell ilyesmitől félni. 1930-tól 96-ig volt itt egy szál magában ez az Ecce Homo, tehát semmi más. De hát hitben a debreceniek kihagyták a helyüket. Buda Ferenc költővel beszéltem, mondta, hogy az 50-es években volt, amikor minden nap lefizetett 60 fillért, és bement, és egyedül ült a képpel szemben. Neki ez volt az istentisztelet. 1988-ban tönkrement a Wénemaker ház. Eladták a két képet. A magyar állam a rendszerváltás után lépett fel kölcsönzési szándékkal. Előzetesen még erre a képre gyűjtöttünk, még én is adtam 1000 forintot, úgy emlékszem, mint hogyha ma lett, tegnap lett volna. Ennek a képnek összeadtuk a vételárát, mert 25 évvel ezelőtt kb. 40 millió forintért már átadta volna nekünk Kanada, most nem adja. A kanadaiak 1996-ban adták letétbe ezt a festményt. Egyszer már visszavitték, most viszik vissza másodszor. Tudnék, azóta Kanadában nagyon megszigorították a műkincseknek a kezelését, és ez most kanadai nemzeti kincs, mert Kanada fiatal ország is, egy nagyon régi kép, már nekik. És visszakérik, és állítólag most nem is akarnak már beszélni az eladásról. A másik kép egy kárpátaljai minimos kezébe került, néhány évig az ő kezén volt, és Pák Imre visszavásárolta, tehát jelen pillanatban mi június 1-én mind a három festményt látni fogjuk. Mindenki fölmegy, megnézi, leírhatatlan hatást kelt a három festmény, azt hadd mondjam el, mert így csak egy kis töredék, amit önöknek be tudok mutatni. Utána lemegyünk a díszterembe, ott fogunk beszélgetni, elemezni, stb. És utána mindenki fölmehet még, hogy egy kicsit más szemmel is megnézze, mert ez az előadás, amit itt is tartok, vagy máshol az országban, nyilván egy-két hét után már elhalványodik, és az embernek itt hát összesen vagy 130 szereplőt, és azok közül is 20-30 nagyon, nagyon nagy súlyú szereplőt kell fejbe tartania. Jelen pillanatban tehát kanadai tulajdon, Debrecen város tulajdona, és magyar ember tulajdona Pák Imre, aki bizonytalan időre letétbe helyezte a képet. Munkácsi trilógiája a Milton utáni életművének a csúcsa. Próbálták sokan támadni Ripper Rónaitól Fülep Lajosig, én ezeket is beidézem, tehát olyan könyvet akartam írni, hogy pró és kontra mindenki megszólal, sőt, Munkácsi életrajzából is vagy 6 alkalommal beidézek, sajnos ezt nem adják ki. Pedig egy nagyon jól olvasmányos, nagyon megrázó életrajz, és le is van fordítva magyar, ugye francia az eredetie, de nem adják ki. Munkácsi azt gondolom, hogy életművének a leghatalmasabb óriás képeit hozta létre. Szerepe van ebben feleségének is, aki ösztökélte mindig az előrelépése. Szerepe van Karl Zedelmeiernek, aki nem nyugodott bele, hozta az anyagokat, és aki az első két festmény egész Európán végigvitte. Akkor Európában ez volt a kulturális esemény. Egy nagy képet végigvittek mondjuk egy évig a fővárosokon, és arra tódultak az emberek. Megvehették kis képeslapon, megvehették ki ekkora metszeten, belépő díjan 500 és 1000 forintot kell elképzelni, tehát olcsó volt. Óriási kassza siker volt Zedelmeiernek is és Munkácsinak is. És ne felejtsük el, hogy
tömegek részesülhettek azért a magas művészet ajándékaiban. Ugyanez Zichy csinálta az óriás képével, és az orosz Vereshchagin csinálta még ezt, hogy Európa fővárosába vitte. Azt is hadd mondjam el, hogy Zédelmeier ezeknek a képeknek külön vagont építetett. Tehát semmi kamion, meg dobáljuk a képet, meg kivesszük a keret, nem. Egy olyan külön szerelvényt épített, ahol a képet lerögzítették, vagy csak a festő mehetett be. Például Munkácsi az itt látható Krisztust 52-szer még hozzányúlt, mondjuk Brüsszel és Berlin között a vonaton is. Tehát annyira aggályos volt, annyira a minőségnek, és annyira az ő üzeneteinek a sértetlenségért küzdött Munkácsi. Tehát rendkívüli munkabírású ember, reggel 4-5-kor kelt, szegény nem is tudott aludni, nem is tudott feküdni, csak egy karosszékben ült. 8-kor kezdte a munkát, és volt, amikor este 10-ig megállás nélkül dolgozott. Hát ennyi festményt ilyen rövid idő alatt, ugye Rembrandt festett ennyit, de Rembrandt 69 évesen halt meg, Munkácsi viszont 52 évesen már elveszítette a tudatát. Munkácsi életműve hatalmas életmű, én csak bemutattam ezt a bemutatót, ha önök kíváncsiak Munkácsira részleteiben, akkor teljesen természetesen szívesen állok rendelkezésre.